Sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon, ismét egy KV1-es replay videóval érkeztem. Azért hoztam ezt a videót, mivel ezen a mapon, mikor ilyen támadás módban vagyunk, ugye ez a Siegfried Line, remélem jól ejtem, ezen a mapon mindig az miatt szoktam elbukni, mivel rettenetesen sietek. Nagyon-nagyon megfontoltan kell ezen játszani, főleg ebben a játékban, ebben a World of Tanks-ben az nagyon fontos, hogy a dombokon hogy kell szállt. És itt sikerült értelmesen megoldanom viszonylag azért is, mivel kevés enemy volt az én oldalamon, de a kapkodásom soha nem szokott jóra vezetni ezen a mapon, mikor mi támadunk, mi vagyunk a támadó csapat. Mert ugye, amint látjátok, itt nem nagyon nagy luftot lőttem. Na nézzük amúgy, igen, itt van egy ilyen domb, egy ilyen vonulat ezen az oldalon. A másik oldalon ugye nincsen, mivel ott vannak azok a tavak, meg egy kicsit ilyen cserjésebb rész. Szóval itt van ez a domb vonulat, vagy hegyvonulat, nem tudom hogy nevezzem. Amin ugye, hogyha át tolod a harckocsit, a mögötte lévők felszpotolnak és szétlőnek, mielőtt te bármit tudnál tenni. Ez főleg ugye egy nehéz harckocsival nem egy túl jó dolog felmászni egy ilyen dombra, ha egyszer tudod, hogy ott vannak a túloldalon az a enemik. Hú, és ez a hatodik érzéket azt annyira szeretem, hogy tudom mikor vagyok felszpotolva, mert például most simán megindultam volna. És így tudod, hogy igen látnak, igen, és nem csak ugye az az enemy lát, mivel fel vagy spotolva, aki meglátott, hanem az egész kurva map téged lát, az Arctic-kel együtt. Igen, valaki nagyon felszpotolva, nem tudom ki, lehet, hogy az az M4, talán. Nem sikerült rájönnöm sajnos. Még nem elég tapasztalatlan vagyok ebben. Na szóval... Látjátok, ezen az én oldalamon amúgy nem nagyon vannak, de ezen a vonulaton nagyon-nagyon kell figyelni, hogyha... Mi ez a T-34-es spotolt most amúgy? Mivel ugye átmész rajta, egyből szétszednek, ha ott vannak. Ja, egyébként nem sokára lecserélem a mikrofonomat, sajnos, és szerencsére nem azt fogjátok hallani, hogy veszem a levegőt, és hogy kell kiabálnom, mert ez, amit most használok, egy rettenetesen alacsony jelszintű mikrofon. Le kellett szednem ezt a zajszűrő szivacsot róla, aminek az lett a hátránya, hogy sajnos minden hang, ami történik a szobába, vagy pedig a... Látom amúgy a T-34-es húzódik hátra, mivel ugye egyedül is van. Ezért gondoltam, hogy gyorsan lehúzok. Kapok egy rettenetesen szerencsétlen lövést, mivel ki is gyullad a tankom. Ilyenkor egyből 4-est ugye kell nyomni. És mit lőnék neki? Persze kritikus. Mármint lánctalpat lőttem neki, szerencsétlennek. Mondjuk jobban örültem volna egy sebzőnek, sebzőlövésnek. És nagyon nagy mázlim volt, hogy én is sikerült, hogy felgyújtsam. Ja igen, és hogyha kigyulladtok egyből ugye tűzoltókészülék, ha nem automata, akkor egyből rácsapni a megfelelő billentyűre. Ez ugye gondolom evidens mindenkinek. Azért nézek itt körül, mivel sejtem, vagyis remélem jobban mondva, hogy itt van az arti. Ja, és nem véletlenül fogom ezt a nevet adni ennek a videómnak, hogy ne kapkodjunk, mivel ez nem arról fog szólni, hogy én hatalmas nagy killeket fogok itt, 6 killeket szerezni, vagy nagy damage-t, hanem nem feltétlenül a saját kontónkra kell játszani, úgy értem, nem kell bezsebelnünk nekünk sok killt, hanem hogyha olyan helyzetben vagyunk, amikor például meg fogjátok látni, hogy én itt tudom spotolni a Matildát, és tudom is, hol van. Viszont, hogyha átmennék, akkor valószínűleg kapok be damage-t, és 355 HP-n nem biztos, hogy túlélem, akkor maradjunk nyugodtan, ne menjünk át a domb túloldán, várjuk meg a többieket, ha túlerőben vagyunk. Na de nézzük, hogy mi történik. Itt nagyon-nagyon szerencsésen, rettenetesen szerencsésen, hogy meg tudtam lőni azt az M4-est.
Na és látom, ugye fel vagyok spotolva, kispotolna, hát itt mellettem ugye a Matilda. Egyértelmű, hogy ő se akar átjönni, egy lövésből semmiképp nem oldom, meg nem tudom, megmondom őszintén, múl vagyok, akkor az vagyok, nem tudom, hogy mekkora ágyú van rajta, milyen átütésű és mekkora sebzőértékű, hogy mennyit bírok ki, és hogy milyen ugye a reload speed, ami ezekből ugye tevődik össze az egész, hogy egy-egy ellen hogy tudod megoldani a harcot, hogy egyáltalán van-e esélyed rá, hogy nyersz. És akkor látjátok, hogy itt inkább elkezdem linkelgetni nekik, hogy C0-ba itt a Matilda, írták is, hogy értettem, és jönnek is. De viszont, ha már eddig kijutottam, meg úgy látom, hogy mindenképp nyerünk, gondolkozok rajta, hogy megtámadom. Itt már ugye, és látjátok, oldallő. De hát szegényke, kicsit sajnálom, és ugye 5-ös tier. Itt nem akartam neki írni semmit, hogy gold noob, hát mit tehetett volna, látszik rajta, hogy nem. Amúgy se lett volna esélye. Sebzed velem golddal is 99-et, úgyhogy ezen túl legalább tudom, hogy a Matilda 4-es az egy nem egy feltétlenül nehéz ellenfél. Ha ezt tudtam volna előbb természetesen, akkor átmegyek, de inkább érdemes megvárni ilyenkor a úgymond felmentő sereget, nem annak van értelme, hogy szerezzünk egy plusz free fraget, átmenjünk, és akkor kinyirassuk magunkat nagy semmiért, ki tudja, lehet, hogy még ez dönthet a harc sorsáról is. Úgyhogy nem mindig arra kell menni, hogy sok killünk legyen, hanem várjuk meg az ellenfelet. Persze most itt a legvégén nem úgy történt, de úgy helyezkedett a Matilda is, hogy már nem tudtam kitérni a lövései elől. Igazából megjöttek a többiek is, nagy túlerő volt, gondoltam, ilyenkor már érdemes azért átmenni. Na. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha esetleg tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!